A tolerancia táborban résztvevő hat ország fiataljai közel egy héten keresztül ismerkedhetnek egymás kultúrájával, megtapasztalva ezzel az európai sokszínűséget. Nagyon szeretem ezt a tábort, mert én már negyedik alkalommal vagyok itt, és azt mondhatom, hogy egyre jobb lesz ez a tábor, és idén nagyon, tehát nagyon színvonalas műsorokkal készültek, legalábbis számomra élvezetes, hogy interaktív műsorokat, egy interaktív foglalkozásokat tartanak, hiszen ezzel is próbálják a barátságokat, illetve az országok közötti barátságokat, kapcsolatokat erősíteni. A már hagyományossá vált topolyai tolerancia tábor programja a fiatalok európai polgári tudatának erősítésén, valamint a kulturális különbözőségek tiszteletén alapszik. A találkozó fő célja a békés együttélés és a nemzetek közötti bizalom erősítése. A tolerancia szempontjából mindenképpen azt lehet tanulni, hogy attól függetlenül, hogy különbözőek vagyunk, ugye más egyéniségek, más nemzetiségűek, más országból jöttünk, más kultúrájúak, mégis azért hasonlítunk egymásra, és tudunk egymás mellett békében élni, és egymással szórakozni, megismerkedni, feladatokat csinálni. A Dunamenti régiók és fiataljainak találkozója szombaton zárja kapuit. A tolerancia tábor programja péntek este gálaműsorral fejeződik, ahol a résztvevők a művészet eszközeivel mutatják be a Duna régió arculatát, ezen belül is a saját régiójukat.